annyira jó voltam az ottani német sége, akinél voltam kint a földműves gazda volt, hogy azok azt hitték, hogy én ott maradok örökre, ugye? Mert hát tényleg családtagként fogadtak, és rám bízták, úgyhogy az asszony akkor sült, és nehéz szülése volt, mint a parasztnál, egy ilyen kis csoport, 20-25-en voltunk egy háznál, egy öreg rezervista látogatott meg bennünket, és mink onnét jártunk szét, az a 20-at volt, ahol 4-en, 5-en, de én egyedül, a csontavéri gyerek, a Brassnyó Borbét, ha hallott róla a szőlősoron, az volt velem, az a szomszédomba volt, én meg az ő szomszédjába, és 3, 4 vagy 5 kilométerre minden reggel mentünk munkára, meg este vissza. És hát én az paraszt gyerek, Borbénak tanult, de paraszt családban, én nekem meg fogalmam se volt az, hogy milyen egy bornyú vagy egy tehén, mikor megellik a bornyú. És akkor gazdának mondom, hogy én még nem láttam, azt mondja, majd beszélek a parancsnokkal, az itt alszasz. És mert nem tudom én, a piroska majd ekkor 10 órakor ellik meg. Hát honnan tudja? Naplót vezetett minden, azt mondja, a piroska már évek óta, második vagy ötödiké Borgyóc Elli, és az mindig pontosan, mert ő pontosan viszi a párosodásról a bikához, és az annak a megfelelő, azt mondja, mindig este 10 órakor ellett, vagy azt mondja, majd itt maradsz, és akkor meg aztán ott maradtam, megnéztem, segítkezni kellett neki kihúzni a hornyót, hát az olyan félig állatorvos volt már. Hát csinálta, nem tanult mestersége, hanem parasztember. Ott maradtam, aztán már többször is, de végül jött egy rendelet, hogy nem, mert sokan megindultak elszökni, foglyok, ugye? Hát én is készültem arra, hogy már a többivel beszélgetve volt egy autója, Opel, tiszta új az akkori típus. Fő volt pöckölve, hogy a kerekek, gumik ne nyomódjonak, és azt hát mindig én rendbe tartottam. Letörőgettem, meg begyújtottam, gazdának tetszett az, hogy én csinálom, mert volt neki két traktora, az egyiken rajta volt egy fűvágó, motorhoz értettem már katonaság kívül, úgyhogy annyit értettem, mint ő, úgyhogy tetszett neki, akkor rám bízta, traktorozhattam meg az autót is, hogy megpróbáltam. Csak elég az hozzá, hogy az egyik alkalommal, mikor odaérek, mondja az öreg gazda, hogy hát baj van az asszony, a fiatal asszony, mert volt öreg gazda, meg fiatal gazda, férj és feleség, és szül, de baj van, nagy a fájdalmajuk, az ember már bement Gankóferra, az egy 12 kilométerre volt oda hozzánk, és hogy majd az orvost kihozza. De hát az, mondom, elviszem én a gangófenbe a kórházba, azt mondja, de hát itt az autó. Mondom,
Mit bírnak velem csinálni? Hát hadifogoly vagyok, hát a beteg asszonyt úgy is elengedik, aztán meg hát nem akarok én megszökni. Beleegyezett az öreg gazda, bédítünk, és mert kocsivá, lóvá ment az emberbe, ugye autóvá nem mehetett. Háború volt az üzemanyag miatt, én meg elvittem, találkoztam Mikumája, hogy itt kifelé, én vittem be, letettem minden, meg is sült az asszony minden, úgyhogy nagyon bizalmas, jó viszony volt köztünk. Azt hitték, hogy ott maradok, de az első alkalomra, amikor megjött az, hogy hazamehetek, akkor mi az, hogy hazamehetek? Hát persze, hogy hazamehetek.